Na. Sziasztok. Hát egy olyan gameplayt fogok most bemutatni, ami tudom, hogy nem mindenki fog szeretni, illetve nem tudom, hogy nem mindenkinek van képbe. Hát de én bevállaltam. Tudom, hogy egy nagyon szűk réteg fogja nézni szerintem ezt a videót. Akik meg abszolút nem is tudják, hogy mi ez, annak is elmondom. Ez egy Final Fantasy széria, de gondolom a címéből kiderült. Én nagyon szeretem a Final Fantasy-kat. A 7, a 8, meg talán a 9 az, ami nagyon közön áll hozzám. Tudni kell, hogy ez a legelső japán, hát nem az, hogy a legelső, a lényeg az, hogy náluk alakult ki legelőször ez a RPG-s körökre bontott harc folyamat. És hát azt el kell mondani, hogy ez egy szerepjáték, egy RPG. Ez a 13. illetve annak is a második részét fogom most bemutatni. Minden Final Fantasy-nak külön története van, külön világa, ha úgy vesszük. És hát mit mondjak még? Tudom, hogy ez nagyon sokaknak utálják például ezt a részt, mert a régihez képest nagyon sokat változott. Most ezt vagy el tudjuk fogadni, vagy nem. Akinek tetszett a sima 13, annak szerintem ez is fog tetszeni, amit olvastam róla. Aki viszont semmit nem tud, annak megpróbálok egy olyan kis nézetet adni, amiből eldönti, hogy ez neki bejön ez a stílus, vagy nem. Szerintem nagyon sok köze nincsen az előző részhez, annyi, hogy a karakterek így át lettek hozva, meg talán annyi, hogy talán annyi még, hogy egy-két utalás van. Tehát úgy nagyon nem a folytatás, hogy most itt vége van, és akkor itt folytatódik. Hát figyelj, kezdjük el, aztán meglátjátok, hogy bejön-e vagy nem. Aki már szerintem tudja, miről beszélek, az nagyon fogja szeretni ezeket a videókat. Akinek meg teljesen át se jön, meg minden úgy, annak nem. De nem is baj. Mert akarok egy ilyet is. Nem hiszem, hogy van annyira, hogy ilyen magyar, aki bemutatja ezeket a szériákat. Hát a 13 sikerült a legszebben, eszméletlen durva grafikája van. Az újítások is olyanok, hogy megpróbálták nagyon változatossá. A zene is olyan, hogy egyszerűen lenyűgöző, a rocktól kezdve, a jazzig, minden megtalálható benne. Próbálták ezt is nagyon így változatossá tenni. Az előző részekben kevés volt az olyan NPC, aki nem tudja mi az, egy no player karakter, tehát ami nem mi vagyunk, hanem egy gépi karakter végül is, akik adnak küldetéseket, meg lehet velük beszélni, mellékküldetéseket. Körülbelül 30 óra játékidő van ebben, az előzőekhez képest ez nagyon gyatra, mert például 7-ben ilyen 200 órát lehet játszani, mert annyira megy a történet, de egy idő után kidob egy ilyen nagy világba, és onnantól te mész, ahova akarsz. De most csöndbe leszek. Élvezzétek, milyen gyönyörű a grafikája. Jó, egy icipicivel csúnyább lesz maga a játék, de valamikor észre se fogjátok venni. Ő Lighting, ő a főszereplő a simában, a 13-ban. De a 13-2-ben inkább... úgy mondom, hogy háromnegyed szereplő. A lényeg az, hogy ő egy lovag lett, és hogy őt lovaggal ütötték, mert egy hős lett, hogy megmentett mindenkit. Ez a rész egy időutazós rész lesz. Ő bele fog majd a legtöbbet menni. Tehát ez egy időutazós cucc lesz. Azt mondták, hogy nagyon bele lehet gabajodni, szerintem senki se értené így 100%-os, hogy mi hogy van. Lényeg az, hogy ilyen idővonalakon, és változik az idővonal, és azt próbálják így helyre rakni.
És akit láthattok, aki próbálja a lányt berakni a vízbe vagy óceánba, az ő maga a fő ellenség. Neki még a történetét nem tudjuk, bár azt mondták, hogy egy nem utálható karakter, attól függetlenül, hogy gonosz. Mert a helyzetét meg lehet érteni, és még akár sajnálni is lehetne. Kicsit bepillantást nyerünk az első ilyen harcba, a milyen kis újítások vannak. Minden Final Fantasy-ban vannak ilyen lények, amiket meg lehet idézni, ezt régen gifeknek, summonoknak, GF-eknek hívtuk. Itt azt hiszem summonoknak hívjuk őket. Itt minden külön karakternek lehet egy, ami úgymond segít őket. Ő a Shiva, a jegeket tudja uralni. Mindenhol szinte... Talán a Final Fantasy-ban ez egyetlen olyan momentum, ami így megmaradt, meg a Csokobó. A Csokobó az egy ilyen... Hát ilyen sárga strucnak mondanám igazából, az egy ilyen... Lehet rajta így menni, meglovagolni lehet őket. Vannak ilyen apró momentumok, amik maradtak a Final Fantasy-hoz, hogy ilyen egyediségek. De általában a karakterek, a történet, az változik, sőt még a zene is. Eszméletlen szépen meg vannak csinálva. Jó, ez igaz, hogy film, de majd látjátok, hogy majd a játékban is eléggé. Mindjárt láthatjátok az első harcot, hogy milyen maga a harcmenet. Általában azt szokték eldönteni, hogy na jó, akkor ezt köszön, ez nekem nem kell. Hát egy ilyen interaktív mozi gyakorlatilag hasonlít úgymond a Heavy Rainhez, csak itt itt a harcba is van beleszólás, ez is egy kisebb újítás. Meg ugye majd a párbeszédekbe is bele lehet kötni. Több alternatív befejezése van. Ami nem a párbeszédektől fog természetesen, csak hogy ha nem olvastál egy párbeszédet, az azért van, hogy kicsit figyelj oda, hogy jobban így bele tud élni magad a dolgokba. Mindjárt mondjátok, na, menjen már a játék. Hát igen, de... Lenyűgöző, amit folyik. Lenyűgöző, érted? Na. Kezdődjék a harci marci. Na hát 8 perc elment azzal gyakorlatilag, hogy csak beszéltem. Na, meglátjátok, milyen az igazi grafikája magának a játéknak. Odin, az Lightningnak úgymond a szomonja. Tehát ő a segítője. Egy ilyen kristályból tudja így kihozni. És akkor most jön a harc. Na. Nem kell nekem a tutorial. Itt vannak az abilitik. És akkor ilyen körökre osztja. Ja, ez most pont életet nyomtam be, azt hiszem. Vagy nem. Autobattle arra is beletállítani, és akkor automatikusan támad. Az lett a baj ebbe a részbe, hogy túlságosan könnyű a harc, mert nem olyan nagy taktikás, mint régen volt. Inferno, még az a neve. Itt az Ultra Shield, de életet nyomok. Az most még nem kell. Később lehet... Ebbe olyan újítás is van, hogy már lehet... Lehet ilyen
szelidíteni, vagy mi a rák. Még pont jó, hogy benyomtam az életet. Nekem, én amúgy először a sima 13-at azt teljesen utáltam, mert mondom, ez mi. De elfogadtam azt tényt, hogy ez így megváltozott. Még ez a Squaresoft csinálta a legelső Final Fantasy-kat. Kéne már egy kis izét is nyomnom, közben életet. Tehát Squaresoft csinálta ugye a régieket, aztán átváltott kb-ra FF10-nél a Square Enix-re. Elég sok ember kilépett a cégtől, aki régebben csinálta. Így teljesen meg kellett újítani úgymond a játékot. Ezt a 10-ben még talán tudták hozni azt a színvonalat, de onnantól már teljesen más. 12, tehát az már teljesen... nem is FF, vagy nem is tudom, mit bugolok én most itt. De az a Ultra Shield az ilyen buff. Tehát ad nekem... projectet, azt hiszem. Amint én legyőztem azon. Kirby például szereti a régi FF-et. Ő kérésére is csináltam. Most kezdtem el, mert nem tudtam, hogy szereti a Final Fantasy szériákat. Ezért mondta, hogy kíváncsi az újra. Tehát most van egy kis különbség a sima... Mit kell nyomni? Ja. Van egy kis különbség a sima grafikája, meg a sima... Miről beszélek most? A filmgrafika és a sima grafika között azért látszik különbséget, de így is rettentő gyönyörű. Ah. Na most átváltott filmre. Odin megvédte Latinot. Odin ugye egy lóvá alakult, a Shiva az pedig motorrá tudott alakulni. Ez is a régiből nem volt ilyen, hogy így átalakultak. Right. Ez kicsit olyan szúkaliboros kard. Nekem az kell. A karakterek szerethetőek, azt mondják, bár a régiből elég sok kimaradt, akit szerettünk volna. Te azt mondom, a régi, akkor a sima 13-ról beszélek. Csak így próbálok olyan... Tehát, ha tudjátok hova tenni a dolgokat, aki meg tudja, hogy mi a simának az előttörténete, annak is tudok ilyen pluszt mondani. Ez a lényeg. Ez PS3 és Xbox-ra is van. Hiszem a 13 és a 13.2 az, ami csak Xbox-ra jött, azelőtt mindig PS2 meg PS1-en lehetett elérni ezeket a játékokat. Lehet, hogy ezért is nem is hallottatok még róla. De a 7 meg a 8-at azt átalakították, hogy legyen PC-re. Talán még onnan lehet, hogy tudjátok, hogy ismerős. Scalbot? És mit nyomjak? Ja, hogy most támadok, vagy varázslatot használok? Most támadtam ezzel. Váte! Úgy látszik, tudja uralni. Most gun! More guns! Ja igen, neki olyan... Az kivédte! Jó van, szőrös vagy. Természetesen milyen lesz a játék, nem is majd mászkálni kell meg valami, csak kis bevezető, kis ízelítőt adnak a dolgokból. És mit nyomjak? Ring. Na már 14 perc, csak izé van. Adjál neki! És még két ezeket sebez. Akkor, nekem akkor volt igazán az a... Fú, de megimádtam a játékot, mikor ilyen
rohadt erős voltam, és akkor ilyen kristálium pontok, az, mindegy, volt egy ilyen elosztható ágazat, ahol fejlődhetsz, ugye, és egyre erősebb vagy, meg volt adva, hogy melyik karakter milyen lehet, több ága volt, volt orvosi ág, úgymond ág, tehát voltak ilyen kristályok, amik különféle tulajdonságokkal látták el a karaktert. Volt, aki healed, aki gyógyított, volt, aki buffolt, tehát aki ilyen mérgek ellen, meg ilyesmik ellen tudott adni ilyen pajzsot, volt, aki támadott, és volt, aki, azt hiszem, olyan, mint a DPS, most ezt hogy mondjam. Aki nem tudott nagyon erőset sebezni, csak olyan mellékes volt. Lightning tudja, hogy ő kicsoda, mivel az ő idővonalában már megszerepelt. Na ott az a kristály, azt is széttöri, és akkor így kijön Odin. Bár ez most nem Odin szerintem, hanem Bahamut. Mindegy, a lényeg az, hogy a különféle szungnoknak vannak nevei, meg tulajdonságai. De nem, de szerintem Bahamut. Ez a srác lesz így nagyjából a főszereplő. Valhalla a város. Hol van? You prayed for a miracle, and that brought you here. Or am I wrong? How did you know? From Valhalla. I see everything. But who are you? I'm Lightning. Lightning. Én vagyok a fény. Én vagyok a levegőben a víz alatt. Vagyok árnyékban a fény. Most is lesz egy ilyen légi csata féleség. Focus Boots. Itt lehet kettőt. Az a csík, amit fönt láttok. Most háromszor támadok, és Focus Boltot ugye. Tessék, jó kemény 70-et lenyomtam neki, meg 400-akat. Akkor ez a... Hát legyen előbb buffos. Előbb kapjak ilyen extra tulajdonságokat. Semmi, harcolok tovább nem is. Szerintem csak ezt kéne így kibírnatok ahhoz, hogy most még előítélkeznétek. Hogy mi ez a szar? Az egy egész csíkot elfog... Júj! Na már piros... Ja, a piros az azt jelenti, hogy most gyorsabban tudok támadni. Ott van a Lightning név alatt, látjátok egy ilyen óra, ami fölfelé mutat. Az azt jelenti, hogy sokkal hamarabb tudok támadni, mert csak akkor tudok, hogyha az a piros a végéig elér, akkor tudok így három ilyen támadást benyomni. Most viszont úgy leöl mindjárt. Oké, most nyomtam egy kis életet magamnak. Általában úgy mondja, először megvan mindened, aztán meg elveszted, aztán akkor fokozatosan kell fejlődned. Ez egy kaland szerepjáték. RPG. JRPG, az pedig japán RPG-t jelent. Azért ilyen animus. Ezt gondolom tudjátok. És akkor itt van. Nagyon jól megcsináltam. Akkor lesz nehéz, mikor már tök erős vagy, és vagy arányosan nőnek veled együtt a szörnyek, vagy ilyen olyan küldetéseket kapsz, hogy 20 óráig ölöd. Ilyen például a kaktusz megölése. Ez is, na már 19 perce megy a film. Hogy eltűnt? Jól áll Lightningnak ez a lovagi ruha. This is not your battle. There's something else I need you to do.
Átinak van egy testvére. Sarah-nak hívják. És őt kell megtalálniuk ahhoz, hogy legyőzzék ezt a Karius. Na, az meg egy időgép. Most megbíz a Lighting, hogy hívják, mert még most én sem tudom, amúgy eddig vittem el. Kinyomtam, mondom, ezt fel kell vennem. Direkt csináltam szavazatot is amúgy, hogy kíváncsi. Noel. Meg kell változtatunk a jövőt. Lighting, az sima 13-ban Lightingnak a húgát, Sarah-t kellett megmenteni. Ő is egy ilyen tipikus FFS szimbólum, aki segít neki. Milyen gyönyörű a haj. Ja igen, Sarah-t kellett megmenteni, Lightingnak a húgát, és így nem volt, nagyon szerettük, a fanok szerettek volna Sarah-val lenni, de nem lehetett vele menni, de most kifejezetten pont vele kell, úgyhogy örülhetnek a fanok. Kettő ezt már átélt ezek szerint. Szerintem ugye a húgást nem kell említenem. Kicsit olyan Tidusos beütése van neki, mikor a Noelnek olyan, aki megy be az húzott eszembe. F10-ben. És itt volt az a perc. Norcris. Become an arrow through time and speed your way to Sarah. Na. Jutottunk oda, hogy a fél órás videóban gyakorlatilag most jutottunk el oda, ahol igazából elkezdődik a játék, mert eddig csak bevezetés volt. És higgyetek nekem, most van a lényeg. Szerintem nem írja ki, hogy most milyen időségből mi van. Azért lehet így belegobajodni szerintem, bocsánat. A dolgokban. A dolgok menetében. Van 7 percünk, gyerekek. 7 perc áll rendelkezésünk. Time flows without pause. In a world where I no longer exist, the future is about to change. Epizód 1. Akit nem, aki állandóan elnyomja a filmeket, meg nem érdekli, az annak nem fog úgy átjönni, de akit érdekel a történet, a látvány, a zene, azt úgyis meg fogja fogni. Engem se fogott meg először, aztán így elkezdtem játszani. Jó, lehet, hogy most gombokat kell nyomkodni, de nem mindegy, hogy nyomkodott, és ez így tök jó, hogy benne lehetsz ebbe a világba. Ő Sarah, aki lesz egy látomása, hogy Lighting. Hát de most minek beszélem, ha látjátok. Csinálhatna nekem is. Nem kell átöltözni, csak úgy rám ragad a ruha. What's happening out there? Aha, na. És akkor végül is. Nem akarom megváltoztatni. Várjál. A lefelé, a lefelé, a felfelé, a felfelé.
Nem. Oké. Okay. Háromszög. Mit csinálok a háromszögben? Tudom, ellen mozgok. Oké. Okay. Oké. Okay. Lehet fegyvereket szerezni, összekovácsolni. Nagyon sok mindent lehet csinálni. Belőle. Na. Jó, hogy csajszíván megyek, de no. Live. Mi az a live? Jó. Jó, vannak benne dolgok. Ez mi? Mondom, az így meghatározta, hogy most hova akarjak menni. Ha, már lehet ugrani? Vagy eddig is lehet? Ja, eddig is lehetett. Ja nem, nem lehetett, csak ilyen pontoknál azt hiszem. Ló, lehet ugrani, lehet is. Kérdezem én is. Life trigger. Meghaltam. Milyenkor azt válaszolna egy ember? De mi az a balfes live? Szerintem ez az volt, hogy hogy álljon hozzá a dolgokhoz. Elég parás. Szegény Joyce. Miért az jobb lett volna azt mondom, hogy meghaltam? Szerintem ilyen, ahogy az idővonal így változik, ugye? Mert többfajta dolog van valahol, paradox van, valahol pedig, ez ki a szar. Ja, ez már valahol történt. Színes hajúak. Mi a szar? Mekúj! Aha. Idő anomália bug van. Bevettem a csigját. Hát ő nem fog jönni. Lo. Love him. Nem tud megvédeni többet. Lord, miért halt volna meg? Hát de Lightning él! Ja, vagy ez már a jövő? Vagy a múlt? Mi van? Az Noel. De az most az a Noel, aki most volt, vagy már a tapasztalt időutazós Noel? You were in my dream. I saw you. Save it for later. Can you fight? If I have to? You're gonna have to. One more thing. No, végre. Don't ever lay down and wait to die. Ez mi? Aha. Ez olyan, mint ami Hope-nak a kardja. Olyan. Ez Tidus. Ezével. Na, mi az ability? Attack. Látjátok, most ilyen kicsik vannak. Ez a Necton. Ja, Necton az. Ja, Sarának úgy hívják, hogy Necton. Ja, itt van egy kommandós. Na, hát ha még megmaradt ez, akkor tök jó. Itt a Ravangers kommandó. Steel. A Steel az nem is tudom most mi. Legyen kommandó. Ja, az van most. Akkor legyen Ravanger. És akkor váltanak stílus. Meghalt. Fú, de jó lesz megint újra.
Azt hittem kivették ezt a dolgot, hogy Ravengers meg ezek. Spoilers, nem kaptam semmit. Hát már 29, pont kereke a 30. Pedig most kezdődött el a játék. És kivel vagyok végül? Én döntöm meg, kivel harcolják? Mi van? Autobot le? Megint át lehet válítani. Most mind a kettő commander, azaz mind a kettő harcos, de inkább átviszem a tutoriál. Ha nyomja meg az L1-et. Itt vannak ugye a dolgok. A Ravenger a hátidítő szerintem. Nagyon elfelejtettem. Sentina az pedig a buffos, nem? Meg az átok. Ja nem, az átok szóló. Aha. Itt is az például, most megfogjátok, rányomjátok, átkocsortak, gyorsan átváltatok kommandóra, akkor szégyepáljátok az arcát. Azt akkor meghalok mindjárt. Ugye a Ravenger az, aki a... aki buffol. Értem. Hát a Ravenger kommandó az így pont jó beállás. Mert van, aki buffol, van, aki pedig támad. Jó, mindjárt meghalok. Mit kell csinálnom? Items, potion. Potion ugye a életadó cucc. Fire, az pedig varázslás. Jobb felső sarokban láthatjátok. Mert most 100% van ott. És ha ölöd, akkor látod már 110, hopp, már 200, és most így, ha jobban gyepálom, akkor sokkal jobban sebződöm, tudom sebezni, mint alapból. És minél nagyobb, annál durvábbakat sebez. Közben meghaltam ugye, mert tudok pofázni. Fel is tudom éleszteni majd a főnistálban. Nehéz így koncentrálni. Mi az a ruin például? Aha, ez ilyen távolság. Oké. Jó, de hát most meghalt, látjunk. Nehéz ezt pofáznom. Oké. Ó, van térkép. Na az, az a háromban volt, és a simában volt az a nagy cucc, az ilyen szimbólum lett. Ott halt meg egy csomó karakter. Feláldozták magukat a dolgokért. Állítólag, amit hallottam. Köszönjük szépen. Most élek tovább? Ez jó. Nekem így kell. Ravengel és kommandó. Kommandós. Csak ki a vezér most? Szare a vezér vagy Noel? Mert nem tudom. Ugye Noel... Mi a háromszög? Na, abilities. Ez a fire, oké. Okay. Nyomok egy fire-t. Aha, te Szare úgy látszik ilyen varázsló feeling. Ja, itt meg tudom nézni. Ja, itt van, hogy mire immunincs. Vagy mi van. Még nekem is szoknom kell dolgokat. Jó, ha. Haj, bocsánat. Oké, most megint bejött. Akkor jó, mikor sokat így, azt hiszem, a Ravengers, nem akarok hülyeséget mondani, a lényeg az, hogy van olyan stílus is, ami nagyon gyorsan fel tudja vinni azt, hogy kritelje. Ugye akkor kritelek, hogyha 100%-nál nagyobb lesz. Akkor így átrakul, de akkor kommandal, hogyha nagyon sokat ölöd, akkor nagyon durvákat lehet sebezni. Van is, ahol gondolom ilyen jelenbeltek. Vagy mindenki ki kell nyílni. Vagy van. Aha, itt van Imbertori is, ugye. Most fogalmam sincs, mi? Aha, Selector legyen. Jó. Merre kell menni? Igen. Aj, de nehéz. Ugye én is csak most tapasztalom meg a játékot, hogy milyen maga, mert nem játszottam direkt miattatok. Aztán... Én magyarázzam is el a dolgokat. Beszakom még egy kicsit a harcot.
Az Autobotnál azt még automatikusan berakja, hogy most mi van. Be lehet állítani, hogy ki támadjon, de most úgy látom, hogy most nem Lightning vagyok. Lightning? Noellel vagyok, még nem. Ki lát? Ruin. Az Autobot léva ki? Aha, attackot nyomja. Ez itt végig is a fejlődgetés, a lényeg az, hogy megtudni a sztori, meg vállalni elég küldetéseket, meg ilyenek. És remélem több csillagos lesz. Hát ez nagyon jó, gyerek. Kaptam potion. Dobnak cuccokat, később majd lehet azokból gondolom a fegyvereket csinálni. De nagyon sok rejtett dolog van benne. Felfedezésre vár. Most átváltok Sentinelre, bebuffolom, bemérgezem őket, meg ilyenek. Ugye mindkét karakter az azért nagyon gyorsan befigye őket. Komandó Sentinel, ez se rossz hangul. Inkább átváltok Komandóra, és akkor most meggyepáljuk őket. Régebben meg volt adva, hogy egy karakter, mit tudom én, két ágat tudna, de mi úgy csináltuk meg, hogy annyi kristálium pontot, tehát amilyen eloszható pont, annyit szereztünk már, hogy minden karakternek meg volt az öt ága. Tehát mindegyik kommandós volt, Ravangers, meg Sentinel, meg Healing, meg minden meg volt már. Annyit játszottunk rajta. Phoenix Dawn az jó jön, mert fel tudom éleszteni, aki meghal a csatába. A beta. Legyen ennyi, mert igazából most kezdek csak belejönni a dolgokba. Ez még mindig a sima grafika, nem a filmes. Hát végül csak az volt a lényeg, hogy harcoljunk. Hey Sarah! Are you okay? Yeah. Mackie! Yeah. Mackie? Menek a Mackie-be! Okay. Szegény Sarah azt se tudja, mi van. Megváltozott az idővonal, biztos. All right, everyone, listen up. The meteorite hit over there. Right. We're gonna check it out. Team Huge, ready to roll. And careful, that area is crawling with monsters. So stay close, come on. Okay. You heard him, move out. Ez mi? Ez egy órás gameplay lesz? Már gameplay? Inkább mozi. Ezek nekem teljesen új karakterek, annyihoz Sarah az, aki eddig volt. She took a hit, but she's gonna be fine. She just needs some rest. Thank goodness. Sarával eddig Thank you. Színbe lehetett látni. Whoever you are. Bárki is vagy. No. No, Chris. Okay. And before I forget, it wasn't just me. You should probably thank this little guy too. Kristályává tudni? Ja, nem. Nem tudom, ezt hogy figyel. Is that a toy Moogle? He's supposed to be your lucky charm. Your sister gave him to me. Wait, you know Lightning? Ha. She's the one who told me to come here. No. Where did you see her? Was it Valhalla? Yeah, how'd you guess? De gondolom értitek, mit mondom. My sister, she gave you the Moogle. Then the meteorite came. Most nem tudom, hogy a múltba ment igazából Noel, vagy a jövőbe, mert itt nincs Lightning, vagy ez már egy olyan alternatív idővonal, ahol ő meghalt. I don't know. Damned if I can remember. Why don't we go and check it out? Okay. Nagyon hatalmas lesz majd gondolom a világtérkép, amit majd így be lehet járni. Now I know for sure. Lightning is alive. She's in a place called Valhalla. I'd only just met Noel, but I believed him. I believed every word he said. Even though it couldn't possibly be true. It seems like only yesterday. És akkor ennyi lesz az első. Hú, de félek, milyen visszajelzést kapok. When she gave her blessing for Snow and me to get married.
I'm the only one who ever remembered that. No one believes. It's just a dream, they say. Jó, when terüsz. I slept in the crystal. Na hát akkor láthatjátok, hogy milyen bejárható terület lesz így. They say my sister is gone. That 3 years ago she sacrificed herself to stop the fall of Cocoon. Értem. Tehát amit láttatok, nagy az a kristály, akkor az ő idővonalában ő meghalt abba a kristályba, mert egy kristály alakult az az egész bolygó, de feláldozták magukat a hősök, akik ugye nincsenek a kettőbe. De akkor úgy látszik, Sarah idővonalából Lightning is meghalt abba, és csak Sarah élte túl. Remélem, jót magyarázok, vagy ki látta. Na, és akkor végül itt vannak a dolgok. Itt a világtér, ma lehet mászkálni. Lehet beszélni emberekkel. Meteorit. Igen, egy meteort láttam zenéjét. He made us stay here because the path is covered in fallen trees. He said it was way too dangerous for us. Okay. Nem fogok itt beszélgetni emberekkel. Bár a zenét már most hallom, hogy... Ez mi? Jó, erre hülyeség. Jó, hogy éltél, hát megmentettelek. Milyen szép. Ide nem lehet. Ja, bocs. Ez mi? Mi ez fehéren mutatja? Ez Noel. Curiosity killed the cat, you know. Do you see my eyes? So you're a hunter. Is that like your job? Well, less of a job and more of a way of life. Azt hittem amúgy, hogy nem Sarah szemszögéből mutatja meg, hanem Noelből. Tehát, hogy látom, hogy átmegy a kapu, meg ilyenek. De szerintem... Úgy gondolom, menjek, körbenézek, stb. És akkor, ha majd végeztem, akkor jöjjek ide. Ja. Jó kis robzsom állatra. Be lehet menni a házadba. Gondolom, jó, ebbe pont nem lehet. Akkor ebbe be lehet menni. Ti Bundy. Én le akarok itt feküdni. Elfelejtettem, hogy lehet ugrani. Akkor írja ki, hogy nyomjam meg a kört, mikor már megnyomtam. Jó, hát én itt ébredtem, itt tudom a dolgaimat. Mindegy. Oké, akkor innen kívül. Ha látom én, hogy gőzgép, de mi hagy? Beszélgessek emberekkel. All civilians have been ordered to stay indoors. Okay. I wonder if that's really a meteorite. What's going on? Come out wherever you are! The army's got nothing on Nora! Nothing on Nora. Hope my cat spot is okay. No. Noel. Jó, okay, it's szép és jó minden. We've never seen anything like him before. Took him seconds to turn our sentry bots into scrap metal. I heard a meteorite fell from the sky, and that's when all these monsters appeared. That's right. Goodell and the others went to check out the meteorite. Ha ide anomália volt itt. It's right outside town along the mountain path. That way, over towards Cocoon. Nem jön, még velem vagytok, hogy leszaljátok magam. You don't believe me? Jó, oké, mehetünk. Szeretném most már. Yes, I'm not so good at small talk. Hát akkor gyere. Hát akkor megvolt. Muglock tutorial. Na most mit mutat meg? Mutasd, hát tököm tudja mi van. Aha, ez ilyen event féle. Ha jól látom. Mit csináljak vele?
Great. Most mi volt? Aha, most kicsit kaptunk egy kis gyorsaságot. Látjátok, ilyen 6-ot meg 7-et. Várj, akkor nekem Ravangert a gémát. Tehát valahában egyből fölment az a jó felső sarokban, most 161%. És megint 170-180, és elérte a 200-at. És milyen megdöglök, és kéne egy kis poti. Hát mindenkinek. Noel, milyen megdöglesz. Elérte a kitet, most lehet gyepálni, mint állat. Aztán ő is most sokkal erősebb, vagy nem, nem tudom, nem biztos. Nem mondok hülyeséget, mert hülye vagyok. Iron Brain Girl. Oké, azt az most mi volt? Mehetek tovább? Te hova mész? Te hova? Jó van. De mehetek ott majd. Ez nem szar. Most idő? Időtapográfia van? Jó. Akkor szar a játék. Jó, el kell olvasni. Sentinel, ez a mérgező ugye. Adunk rá átkot. Csak ugye addig végtelenek vagyunk, amíg átkokat szórunk itt egyesével rá. Látjátok, nagyon lassú, mint csak 3 támadást tudok egyszerre véghez vinni. Egy kör alatt idézőjelben. Aztán kommandó Sentinel. Most ki a kommandó? Sarah? Nem tudom, hogy úgy látszik Sarah jó kommandósnak. Na, gyerünk már, gyerünk már, gyerünk már! Oké, okay. Még. Attack! Jó, meghalt. Jössz, Manuel? Ez itt mi? Ez a mentőhely, mi? Na, akkor itt hagyom abba. Ja, nem. Nem dolgok. Hol a mentőhely? Na, itt fogom abba hagyni, jó? Remélem, hogy akik eddig nem ismerték, az kicsit kedvet kaptak hozzá. Akik meg ismerték, az meg nem okoztam nagy csalódást, hogy itt magyarázok. Úgyhogy legyen akkor ennyi. Innen folytatom. Kíváncsi vagyok a visszajelzésekre. Úgyhogy addig is. Sziasztok!